Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Óriás kereplő szól a harang helyett a nagy héten. Húsvéthoz kapcsolódó népi mesterséget ismerhettek meg a diákok. Kiállítás nyílt András Favi Bertalan munkásságából. 55 éves jubileumát ünnepelte a Barcina Néptánc Együttes. Nagy csütörtöktől nagy szombatig elnémulnak a harangok, azonban a település lakói ilyenkor sem maradnak hangjelzés nélkül. Már több évszázad a hagyomány, hogy egy óriás kereplővel figyelmeztetik a település lakóit reggel 6, dél és este 6 vagy 7 órakor. Kevés olyan hely van, ahol még fellelhető ez az eszköz. Tolna megye egyik településén azonban még él ez a hagyomány. Egy Szentmér bazilika tornyában van egy olyan eszköz, egy fakereplő, amely a nagy hét liturgikus szokásaihoz tartozik. Ugye a nagy hét, Jézus, nagy héten Jézus szenvedésére emlékezik az egyház, és ennek az utolsó három napja nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, amelyet Szent Három Napnak is nevezünk, az tulajdonképpen egy ilyen nagy liturgikus drámaként éli meg, és újítja meg Jézus szenvedésének történetét, és akik ebben részt vesznek, azok át is élhetik ezeknek a napoknak az eseményeit. Ugye a nagy csütörtök este az az utolsó vacsora emlékére, az eukarisztia és az egyház alapításának az emlékét ünnepli az egyház, ugye ekkor nagy fénnyel üli meg a liturgiát, de erre már rávetődik nagypénteknek a gyásza, ezért a nagycsütörtöki liturgiában el is némulnak a harangok, és itt jön tulajdonképpen a funkciója ugye a fakereplőnek. Nagycsütörtök estétől, amikor a glóriára az összes csengő és harang megszólal, egészen nagyszombat estig, a vigília miséig, tehát amikor feltámadást ünnepeljük, egész odáig a harangok nem szólnak. Ugye a nagypéntek az Jézus szenvedésének az emléknapja, ezen a napon nincs szentmise, csak úgynevezett csonka liturgia, amelyben Jézus halálára emlékezik az egyház. Ugye a nagy szombat az pedig Jézus sírban nyugvásának, a csendnek a napja, de már előre vetíti egy kicsit az estének a liturgiája, a nagy szombat estének a liturgiája, ugye a feltámadásnak az örömét. Ebben az intervallumban, amikor visszatérnek a harangok, és újra megszólalnak este a harangok, ebben az intervallumban, tehát nagy csütörtök este és nagy szombat este között van szerepe a kereplőnek. Ezzel adunk jelet, ugye ugyanakkor, amikor harangozni is szoktunk a templomokban, akkor a régebbi időben, amikor még minden templomban működtek ezek a kereplők, akkor reggel, délben és este is, illetve liturgiákra és kereplővel adtak jelet. Na, akkor mindjárt megtekerjük. Ugye a régi világban az embereknek az időérzéke az egészen más volt, tehát sokkal jobban kötöttek a templomi hangjelzéshez. Ugye tudjuk például azt, hogy a középkorban a reggeli és az esti harangszóra nyitották, illetve zárták a templomoknak a kapuit. A déli harangszónál ott pedig tudjuk, hogy vagy a déli hangjelzés, azt pedig tudjuk, hogy a nándorfehérvári diadal emlékére, hogy a harmadik Kalixtus pápa rendelte el 1456-ban. Egyébként pedig ugye harangok szólnak, vagy jelzés szól minden egyes liturgikus esemény előtt is a helyi szokásoknak megfelelően. Tehát ebben a bizonyos Szent Három Napban, tehát nagy csütörtök estétől nagy szombat estig, pedig ezek a kereplők voltak azok, amelyek ezt a fajta hangjelzést adták, hívták a híveket, illetve jelezték a napnak azt a szakát, hogy most reggel van, dél van, vagy akár este van.
Ez 1938-ban készült, egy nagyon jó ügyes munka, mondhatnám azt, hiszen facsapokkal, tehát egy nagyon jó asztalos munkaként készült el. Elég jó állapotban vészelte át az elmúlt évtizedeket, amikor sokszor ugye évekig nem is használták ezt, és amikor most a felújítás volt, a felújítással kapcsolatban, ugye ezt a kereplőt is felújítottuk, egy asztalos mester segítségével, és ma ugyanolyan állapotban van, és ugyanolyan jó hangzással szól, mint amikor elkészítették 1938-ban. Nem csak a harangok némulnak el, hanem a templomban használt csengők is. Így például a Szentmisében akkor, amikor, például a nagycsütörtöki Szentmisében, amikor a csengőnek funkciója volna, akkor kézikereplőt használunk. Ugyancsak nagycsütörtökön, amikor az oltári szentséget a főoltárról levisszük egy mellékoltárra, ugye ez annak a szimbóluma, hogy Jézust is elhagyják, a tanítványok egyedül van, tehát az oltáron a tabernákulum üres, ekkor is a kereplővel adunk jelet. Biztosan több templomnak a tornyában van és megmaradt, de ma már nagyon kevés helyen használják, én úgy gondolom. Ez manuális, tehát ehhez ez nincs elektronika, ezt csak kézzel tekerve lehet megszólaltatni. Sok hagyomány kapcsolódik a húsvéti ünnepkörhöz. Az egyik legelterjedtebb a festett vagy egyéb módon díszített tojás készítése. Ennek is több tucat változatát ismerik már világszerte. A Sárközben és környékén élők számára mégis az egyik legkedvesebb a régi mélyviasszal írt hímes tojás. Lehel Péternél az egyike azon keveseknek, aki ezt a mesterséget még űzi, és a teheti tanítja is. A tojás az élet újjászületésének és a termékenységnek az egyik legősibb jelképe. Ez a forma az új életet, a születés, a teremtés titkát is magában hordozza. Ezért díszíti és ajándékozza az ember már ősidők óta. És ezért is kapcsolódik szorosan a feltámadás ünnepéhez, a húsvéthoz. A Vosinszky-Mór megyei múzeumban már évtizedes hagyomány, hogy ez időtájt tojásfestő szakkört hirdetnek a környék általános iskolásainak. A foglalkozást, mint már oly sok éve, Lehel Péterné, a népművészeti fiúmestere tartotta. Körülbelül 40 éve járok a múzeumba, kimondani is sok. Először a nagymamámmal voltam itt, talán 13-14 éves lehettem, akkor még ő volt a mester, ő mutatta be a gyerekeknek a tojásfestés csínyát, bínyát, és ő vezényelte le a foglalkozást. Én, mint ilyen kiegészítő kellék, népviseletbe itt ültem mellette, és festettem a lilát és a zöldet a tojásra. Aztán, amikor a nagymamám már kiöregedett, úgymond, már nem vállalta el ezeket a dolgokat, akkor jöttem én képbe, akkor azóta egyedül járok ide a múzeumba a gyerekeknek tojásfestés bemutatót tartani. Az első csoport a DNS Valéria általános iskolából érkezett, hogy megismerjék ezt a régi néphagyományt. Piri néni megmutatta, hogy ezt a ceruzát bele kell mártani a viaszba, rá kell rajzolni a tojásra, amilyen mintát szeretnél, és akkor megszállhat a viasz, utána be kell rakni a piros festékbe, meg kell keverni, és piros lesz, és megszárad. Oda kell rakni a meleghez, utána le kell terülni, és színes lesz. Én egy szívecskét, ilyen lebetiket, hogy tudják, hogy az enyém, és virágokat rajzoltam a tojásra. A hagyományos bátai tojásírás ennél azért jóval összetettebb. A kifújástól a befűzésig 32-szer kell kézbe venni egy tojást. Én nagyon korán kapcsolatba kerültem a hímes tojással, ugyanis a nagymamám volt a bátán az egyik legismertebb, és szerintem a legszebb tojásokat készítő asszony. És én 3 éves korom körül kerültem először kapcsolatba, talán erre emlékszem,
hogy ott toporzékoltam a nagymamánál, hogy a nagy dobozból, amiben ugye az nyáron összegyűjtötte a kifújt, megmosott tojásokat, és abból húsvét előtt tálcára pakolta ki a tojásokat, és erre emlékszem, hogy ott toporzékoltam, hogy én is hadd pakoljam, csak hadd engedd meg, hogy hadd rakjak ki egy pár tojást a tálcára. Na és innét kezdve kezdődött az én taníttatásom. Nagyon sokat voltam a nagymamánál. Bizony volt olyan, hogy elsős koromban az iskola után, húsvét tájékán, akkor nem hazamentem, hanem átugrottam a nagymamához tojást festeni, mert akkor már liláztam és zöldeztem a tojást. Ezt a nagymama mindig megengedte nekem, hogy bármit csinálhatok a tojással. Ha nem úgy festettem, akkor sem szidott meg érte. És szép fokozatosan, szinte észrevétlenül belevezetett ebbe a művészetbe. Ezek bátai motívumok, mert ugyanis a Sárköz öt települése között a bátai katolikusok körében volt elterjedt a hímes tojás készítés, ezért bátán maradt fent ennek a hagyománya. És bátran mondhatjuk, hogy Sárközben van ugyan báta, de ezek a bátai tojások. Körülbelül 300 különböző motívum van. Ősanyáink, ükanyáink, szépanyáink, mindenki készített hímes tojást. Nagy csütörtökön készítették főtt tojásra. Ezért a motívum kincseknek a nagy része elveszett, de akkor is voltak olyan lelkes asszonyok, akik próbálták összegyűjteni a mintákat. Ezeket a mintákat az újságnak a szélére, vagy szabás mintának a hátuljára rajzolták le. Ma már maradandóbbak ezek az alkotások, hiszen kifújt tojásra készítik őket. A bátai katolikusok körében volt szokás, hogy húsvétkor komatálat vagy mátkatálat küldtek egymásnak, aminek elengedhetetlen kelléke volt a saját készítésű hímes tojás. Így tudatták anno az emberek, hogy tetszik nekik a másik, vagy hogy kit szeretnének gyermekük keresztszüleivé választani. Az ősi motívumokon nem volt lila és zöld. Az alapszínek voltak a fehér, a sárga, a piros és a fekete. Az 50-es évek közepe vége felé kezdtek el színesedni a tojást. Dél Józsefné Treszka néni volt az, aki a piac nyomására elkezdte színezni a tojást. A gyerekeknek ez tetszik a legjobban, amikor ebből a csúnya, fekete mintából elővarázsoljuk a színeket. Sámuelné Fekete Hedvig elmondta, az iskolában is nagyon odafigyelnek arra, hogy a gyerekek megismerjék ezeket a régi hagyományokat. Minden nagy ünnep előtt nagyon szívesen járunk a Vármegye házán, voltunk a farsang előtt, a húsvét előtt most idejöttünk, és minden ilyen nagyobb ünnep előtt szeretnénk a gyerekekkel megismertetni ezeket a régi kézműves technikákat, amit Hiteles, a Piroska néni nagyon ügyesen bánt itt a gyerekekkel, és nagyon jól csinálta. És itt a Sárköz mellett az összes lehetőséget kihasználjuk, amikor tanórán kívül lehet ismereteket szerezni, megismerkedni a népünk hagyományaival. És ezt nagyon fontosnak is tartjuk. Ezek a gyerekek már a nagymamánál sem találkoznak azokkal a régi dolgokkal, ami az összetartozás érzését, ami a szépségét adta annak, hogy ünnepre készülődünk, hogy a családban mindenkinek megvolt a maga feladata. Tehát ők már a nagymamáknál sem találkoznak a tojásfestéssel, bár reméljük, hogy némelyik mégiscsak igen. És a néphagyományokkal, énekórán is, technikaórán is nagyon igyekszünk velük megismertetni és megszerettetni ezeket a hagyományokat, ezeket a szokásokat, ezeket a szép dolgokat. Nagyon szép munkák születtek, és nagyon örülnek neki. Ezt kellene nekik most már megtanítani, hogy amit a saját kezükkel alkotnak, az mindig sokkal értékesebb, mint amit vesznek valahol. Ma már szinte csak Piroska készít a régi hagyomány szerint eredeti bátai hímes tojásokat, de megnyugtatott minket arról, hogy nem fog elveszni ez a tudás. Lesz a családban, aki életben tartja a népművészet ezen ágát. Kiállítás nyílt a Szekszárdi Vármegyeházán András Falvi Bertalan, a ma élő egyik legnagyobb néprajzkutató munkásságából.
A bemutatót egykori tanítványai állították össze azzal a céllal, hogy egyrészt a látogatók képet kapjanak arról a sokrétű és új szemléletű munkásságról, amelyet Andrásfalvi végzett, másrészt bizonyítsák, hogy a néprajzkutatása nem csak a hagyományok és szokások történetének feldolgozása, hanem a példamutatás egyfajta megoldási javaslatok tárháza a jövő számára. Stílszerűen a Bogyiszlói zenekar húzta azon a kiállítás megnyitón, melyen a magyar néprajzkutatás doajenjének Andrásfalvi Bertalannak életét és munkásságát mutatta be a Vosinszky-Mór megyei múzeum. Andrásfalvi azt vallja, hogy a magyarságot, a nyelvét, a művészetét, társadalmi kapcsolatait nem lehet megörökölni a vérrel. Ezt megtanulva kell vállalnia az egyénnek. A most elkészült kiállítás megszervezésében egykori tanítványainak közös akarata öltött testet. 2021. november 17-én ünnepeltük Andrásfalvi Bertalannak a 90. születésnapját, és konkrétan erre a születésnapra mi, akik tanítványai voltunk, szerettünk volna egy kiállítással tisztelegni az ő munkásságának, illetve az ő nagyszerűségének. Igazából így indult el ez a történet. Közben rájöttünk arra, akiket így összeszedtünk, hogy mindenkinek van egy szakterülete, amivel Berci bácsi is foglalkozott, és ahhoz hozzá tud rakni valamit, illetve azt reméltük, hogy Berci bácsi kutatásait egy kutatói, fiatal kutatói perspektívából tudtuk megnézni. És ez is adott egy olyan fajta különlegességet, ami meg már a mi személyiségünkön keresztül szűrődött át. De én azt gondolom, hogy mivel mindenki nagyon nagy tisztelettel és szeretettel nyúlt ehhez a témához, én azt gondolom, hogy jó arányokban és jó irányokban tudtuk megfogni ezeket a témákat, és a kiállításnak ezek a markáns szegmensei egyébként. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató arról beszélt, Andrásfalvi Bertalan a szakma 20.-21. századi egyik legnagyobb alakja, aki olyan új dolgokat fedezett fel és figyelt meg a magyar falusi közösségek életében, ami egyedinek mondható. Legjellemzőbb és a legfontosabb dolgáról kéne beszélni, ugye 1955 és 1960 között a Szekszárdi Múzeum néprajzkutatója volt, ő az egyetemről, az ELTÉ-ről rögtön ide került, és mint ilyen ugye elődömet tisztelhettem benne, és hát természetesen nem csak elődömet tisztelhettem, hanem még azonos kutatási területünk is volt, mert ő itt szembesült a Sárköz gazdag népi kultúrájával, és nem csak gazdag népi kultúrájával, hanem a Sárköz gazdaságával és gazdasági életével, adottságaival, és itt figyelte meg, illetve levéltári kutatási eredményei alapján figyelte meg és írta le tulajdonképpen az ártéri gazdálkodásnak a jellemzőit, ami ugye a sárköz-mocsárvilág itt nagyon jellemző volt, és egészen a 19. század második feléig a vízszabályozásokig jellemző volt a sárköze, és a sárköz gazdaság életének meghatározója volt, és hát mint a sárköznek életet adója volt. Nem csak a recenzgyűjtéssel foglalkozott, és az alapján írta le ezeket a jelenségeket, hanem ő vette a fáradtságot, beült a levéltárba. Persze ez nagyon sok idő is kellett, és ő becsülette, átkutatta az utóbbi 2 vagy 3 évszázadnak azokat a levéltári forrásait, amiből ezekre a jelenségekre a korábbi anyagot is megtalálta. De nem csak az eredeti forrásokat nézte, megnézte a térképeket. Tehát egy komplex vizsgálatot végzett. És ezek a módszerek azok, amelyeket ő behozott a néprajztudományba is. Gyakorlatilag a történeti néprajzot művelte a recenzgyűjtések mellett is. Munkásságával védik a szakemberek, Andrásfalvi olyan látószöget adott a néprajzzal foglalkozó kutatók számára, amely meghatározóvá vált a későbbi generációk munkastílusára. Berci bácsi, én azért hívom Berci bácsinak, mert ő az egyetemen engem tanított, és mindenkit, aki a kurátorként részt vett ebbe a kiállításnak a létrehozásában.
és hát tanárként is, emberként is, kutatóként is igazából egy példaértékű életpályát járt be, vagy jár be, és mindenképpen egy követendő példának tekinthetjük bármilyen szempontból. Egyrészt egy világlátást, egy szemléletet mutatott meg nekünk, a kapcsolatát a tájjal, az emberekkel, azt a fajta kedvességet, egyfajta kutatói attitűdöt, hogy ő hogyan állt hozzá, milyen alázattal kezelte ezeket a kutatásokat, kezelte az embereket. Tehát én azt látom, hogy Berci bácsi kutatásánál az ember, a táj, a gazdálkodásnak, tehát ebben minden benne volt, a természet, a gazdálkodás, az embereknek az egyéni egymáshoz való kapcsolatuk, illetve az egyén a közösségnek a kapcsolata, és a közösségnek a tájhoz való kapcsolata, ez mind-mind fontos szempont volt az ő kutatásaiban, és szerintem ő ezeket az órái mindig igyekezett átadni. A népművészet áll a kiállítás középpontjában. Ezen keresztül mutatja meg mindazokat a témákat, melyekkel Andrásfalvi Bertalan foglalkozott. Berci bácsi szemléletében nagyon sok minden arról szól, hogy a régi paraszti világban a közösség az nem csak egy szankcionáló tényező, hanem egy nagyon erős felkaroló, megtartó tényező is volt, és hogy a mai individualizálódott világban ezzel a közösségi értékekkel lehetne példát állítani, hogy az ember nem magányosodjon el. Tehát ez is egy olyan alapvető fontos utalása vagy mozzanata ennek a kiállításnak, amit azért szeretnénk, hogyha átjöjjön. Azt vallom, hogy a néprajz a jövő tudománya. És ebbe is ez van benne, hogy milyen példákat, milyen tanulságokat meríthet a mai kor embere a néprajzból, amit teljes mértékben használható és élhetővé teszi a jövendőt, illetve az elkövetkezendő társadalmak számára, megőrzi a környezetet, a földet és egy élhető világot tud teremteni. A tanítványok véleménye szerint mindaz, ami kiolvasható az idős mester kutatásaiból, egyértelművé teszi, hogy a néprajz nem a múltról ad egy képet, hanem megoldásokat kínál a jövőre nézve. Hatalmas jubileumi műsor keretein belül ünnepelte meg a Szekszárdi Bartina Néptánc Együttes megalakulásának 55. évfordulóját, valamint az együttes alapító tagjának Szabadi Mihálynak a 85. születésnapját. Az ünnepi esemény keretein belül átadták a Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címet is. Egyszerre pördülő szoknyák, ritmusra dobbanó lábak, tökéletesen koreografált táncok, zúgó tapsa nézőtérről. Ezek mind-mind láthatóak és hallhatóak voltak a Bartina Néptánc Együttes megalakulásának 55 éves és az együttest alapító Szabadi Mihály 85 éves születésnapja alkalmából megtartott jubileumi nagykoncerten. Az egyik születésnap nem létezhetett volna a másik nélkül, hiszen az, hogy a Bartina már az ország egyik legjelentősebb tánccsoportjává vált, nagyban köszönhető Szabadi Mihálynak, hiszen 1966-ban ő alapította meg és 22 évig vezette is az akkor még Szekszárdi Néptánc Együttes névre hallgató csoportot. Tulajdonképpen nekem az életem volt a Bartina, és nem csak azok az órák, amiket a próbateremben töltöttem, hanem a munkára való felkészülés, az anyaggyűjtés, az ismerkedés, és ezzel a kultúrával, ezzel a magyar kultúrával, a magyar népi kultúrával, ami nélkül nem lenne magyar nemzeti kultúra. Gyakorlatilag az egész életem, mert ezt töltötte ki. A jubileumi műsor keretein belül adták át a Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címet is azoknak a Bartinában tevékenykedő tagoknak, akik 20, 25 és 30 éve szereplésükkel, aktív munkájukkal hozzájárultak a művészeti együttes országos vagy nemzetközi hírnevének növeléséhez. Ebben a megtisztelő elismerésben részesült Prantner Zagykó Tünde is, aki 30 éve van jelen a Néptánc Együttes életében, ma már mint csoportvezető tevékenykedik. Bartinában 4-5 éves koromban kezdtem el táncolni, ez ilyen szerelem volt első látásra. A testvéremet kísértem el, aki idősebb, ő meg nagyon nem szeretett volna táncolni, és konkrét a helyet cseréltünk, hogy én mentem a Jula nénihez táncolni, a testvérem pedig
ő más hobbi után nézett. Nekem ez egy örök szerelem, maga a néptánc is, és maga a Bartina is. Én már a 30. éve vagyok táncos, most már ilyen félig aktív táncos, és a nagy együttes csoportvezetője. Ez a 30 év számomra nem csak hobbi. Azért mondom, hogy szerelem is, mert itt találtam meg a páromat is, a férjemet, és most már két kisgyermek édesapját, úgyhogy nekünk ez az egész egy nagy táncos család, felnőtteket tanítom, és azért mondom, hogy félig aktív, mert 2014-ben, miután megtudtam ugye, hogy születik az első kisfiunk, akkor én az aktív táncot abba hagytam, és tanárként, mert a főállásom pedagógus, tehát tanárként kapcsolódtam be az egyesület munkájába, és a nagy együttesnek a csoportvezetője vagyok, tanítok is táncokat, nem koreográfiát, hanem régi táncanyagokat újítunk fel, illetve szervezem a felnőttek életét, a fellépéseket, elkísérem őket, táborokba járunk, ha vannak és reméljük lesznek, akkor külföldi turnékra megyünk, és igazából ez az én feladatom, koordinálni és segíteni őket. Szabó Kata a Bartinában eltöltött 25 éves munkájáért részesült szintén elismerésben. Elmondta, hogy a tánc iránti szeretetet a szüleinek köszönheti, akik szintén aktív tagjai voltak az együttesnek. Ez nálam egy kicsit korábban kezdődött, ugyanis a szüleim itt ismerkedtek meg egymással, és ez a tánc iránti szeretet ez tovább adódott a bátyámba is, illetve belém is. Mindketten itt kezdtük kisgyerkőcként, 2 éves koromban én már itt totyogtam a színpadon, és ez a mai napig is így van, és még remélem, hogy hosszú éveken keresztül így is lesz, mert egy olyan alapot ad az életnek, amit tudok hasznosítani a saját munkahelyemen is, pedagógus vagyok, és az élet egyéb területein is olyan alapokat képez, amit tudok használni és alkalmazni. Nagy együttesnek a tagja vagyok, már több mint 10 éve, heti 2 próbánk van, és hál' Istennek elég sok fellépésünk és megmérettetésünk. Helfen Bejné Enyedi Petra 5 éves kora óta táncol, 2020 óta pedig csoportvezetői feladatokat lát el az együttes életében. Természetesen alakult ez nálunk, mert bátyám is, illetve unokanővéreim is táncoltak, nagynéném pedig régi bartinás, és ő mint oktató folytatta itt a Bartinába a tevékenységét, illetve óvónéniként is folytatta a hagyományőrzést. És én a nézők soraiból mutattam anyukámnak és apukámnak, hogy hát én is szeretném ezt csinálni, és ez így természetes volt mindenki számára. Érdekes módon gyerekkorunktól kezdve ugye tudatosan csináltam. Persze voltak nehezebb időszakok, ahogy minden gyerek életében, ahogy fejlődik, de mindig tudtam, hogy végül nekem itt a helyem, és hát a mai napig kamatoztatom ezt a tudást, meg az egész életérzést is, amit itt kaptam a Bartinába. A Néptánc Egyesületnek a mai napig célkitűzése, hogy a szűkebb hazánk, Tolna megye és a Sárköz, ezen kívül pedig a Kárpát-medence tánc és népi kultúráját minél szélesebb körben megismertesse és színpadra állítsa. Ehhez pedig szükség van olyan elhivatott szakemberekre, akik akár egy egész életet is szentelnek annak, hogy ezeket a kincseket továbbadják és fenntartsák az utókor számára. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!